Laci, hanyadik Ördögkatlan Fesztiválon vagyunk most? Te, mint házigazda? Pontosan tudom, mert ez a jubileumi 15. fesztivál. Lehet, hogy csak azért nevezem jubileuminak, mert hát 15, azt nem tudom mennyire az, de öreg vagyok, és ki tudja, hogy megérem-e az 50-et. Tehát most ez 2008-ban indult, azóta hát a covidos bizonytalan év kivételével minden évben volt, Dél-Baranyában vagyunk, Pécstől délre, ahol most sétálunk, az Berement településnek a Kovács műhelye. Ahova megyünk, a Pajta, itt mindig színházi előadások vannak, ki egy ilyen retro helyszíne, tehát ha körülnéztek, ott egy régi, már szerencsére nem használjuk címer, majd lehet, hogy látni fogjuk, itt a színpadunk egy régi postakiírás, látjátok a céllövöldét, tehát ez egy ilyen retro Pajta. Itt kicsi koncertek szoktak lenni, színházi előadások. Maga a fesztivál ugye nagyon sok helyszínen zajlik. Milyen alapon lesznek kijelölve aztán azok a porták, ahová, ami egy gócpont tud lenni, és ahová rendezvény kerül? Három település van, ahol vagyunk, Berement, aztán van innen elég messzire Villánykövesd, és a úgymond központi falu Nagyharsány. A fesztiváloknak két alaptípusa van, mind a kettőnek megvan az előnye és hátránya. Az egyik, amelyik egyetlen helyszínt körbe ölel, és minden azon az egy helyszínen történik. A miénk a másik véglet, ezzel a körülbelül 60 helyszínnel, hogy sok felé vagyunk, sok kicsi helyszín van. Ebből következően mi az egyik célunk például, hogy fölmutassuk azokat a helyi értékeket, amik vannak. Te mit gondolsz, hogy milyen irányba fejlődött a fesztivál? Vannak-e új nehézségeitek, vagy újabb előnyök? Nem tudom, hogy fejlődése. Én nem tudom, mi a fejlődés valójában, mert az, hogy többen vagyunk, meg többen vagyunk, azt nem tekintem fejlődésnek, azt növekedésnek tartom. Fejlődésnek, vagy számomra pozitív változásnak két dolgot tartok. Az egyik az, hogy a helyiek magukénak érzik ezt az egészet. Tehát nagyon várják, nagyon szeretik. Tegnap este például Udvaros Dorottya koncertjén a fele közönség az helyiekből áll. Tehát, hogy olyan dolgokhoz jutnak hozzá, amihez egyébként nem jutnának. A másik, mondok egy egyszerű mondatot, amiből érthető lesz a nagy egész. A nagyharsányi boltos azt mondta tavaly, hogy ezen az 5 napon annyi a bevételem, mint az év másik 360 napján. Itt ezen a kicsi területen többet hagynak itt, mint amennyit elvisznek. Miki, nagy örömmel jöttünk ide az Ördögkatlan Fesztiválra, hiszen nagyon-nagyon sokat hallottam a te udvarodról. Én személy szerint még nem jártam soha az ukrán udvarban. Úgyhogy kérlek, vezess körbe minket, és mesélj arról, hogy ezt te mióta szervezed itt az ukrán udvart. Ugye az ukrán udvarnak az alapkoncepciója az arról szólt, hogy alapvetően terepmunkák zajlottak Ukrajnában, alapvetően népzenéket gyűjtöttünk, és akkor először az volt, hogy eltelt pár év, és akkor mindig volt egy ilyen érzésem, hogy mindaz, amit ott látok, ez annyira izgalmas, hogy szívesen elvinnék oda a barátokat. Viszont a barátok nem olyan akartak oda kimenni Ukrajnába, úgyhogy valahogy jött egy ilyen lehetőség, hogy a Bérces Laciékkal, az Ördögkatlan Fesztiválon, én korábban több ilyen zenei műhelyjel foglalkoztam, vagy műhelyet vezettem, és akkor a Laciék mondták, hogy hát mi lenne, hogyha egy nagyobb koncepcióban nem csak egy műhelyt vezetnék, hanem egy nagyobb udvaron keresztül bemutatkoznánk. És akkor így a két dolog találkozott, hogy rendben, udvar, de akkor mi a téma, és hát mondtam meg, hogy mind dolgozunk most, ez az ukrán terepmunkák, hogy akkor hozzunk ide olyan dolgokat, amivel mi ott találkozunk. És akkor az egész koncepciót így alakítottuk ki, hogy ennek mentén alakítjuk ki a programstruktúrát. Tehát általában most már úgy néz ki egy mostani dolog, hogy most itt mindjárt látni fogjátok, itt kézműveskedés van, a délelőtti órákban azok ukrán kézművesek jönnek ide, aztán utána tudományos előadások, és utána vannak zenei workshopunk, a magyar zenészek és ukrán énekesek, előadók csinálnak közös zenei anyagokat, és akkor utána ezeknek, aztán utána délután van általában valamilyen szokásnak a bemutatása, a rekonstruálása, a konstruálása, és utána este pedig táncház. Most itt például láthatjátok, ez itt a szentélye az ukrán udvarnak, minden évben általában ide felrakunk egy nagyobb installációt. Most itt ez a fekete-fehér, ez alapvetően a háborúra utal, azért ez ennél sokkal színesebb szokott lenni. Elég sok az interaktív program, ezen nyilván fontos, hogy
hogy a Revivalnek az egyik ilyen nagy fontos része az volt, hogy nem az van, hogy van a színpad és van a közönség, hanem együtt próbálunk létrehozni dolgokat, de hát nyilván azért, amikor mondjuk egy nagyobb programnál akár 1000 fő is van, akkor ez itt nyilván nehezebb, de például a táncházak ilyenek, amikor közösen táncolunk, van énektanítás, általában, amikor egy ilyen szokásnak van a bemutatása, akkor is valamilyen interakció van az emberek között. Szóval, hogy ezt így próbáljuk, és hát azt gondolom, hogy azért van itt több éve, mert hogy ez az egésznek a sikerét ez mutatja. Én tudom, hogy ez nem annyira már az ukrán téma, de hogy például erre nagyon sok saját energiánk volt ezeknek a napernyőknek a megalkotása. Hát hogy valahogy próbáltuk azt összehozni, hogy alapvetően legyen egy jó büfé, legyen olyan hely, ahol kényelmesen ülnek az emberek, és kifejezetten sok ilyen árnyékos rész legyen. És azt gondolom, hogy ez már önmagában nagyon sok embert idehoz. És mi van bent az épületben? Nézzük meg, ott egy kiállítás van. Ami még ugye fontos, hogy ráadásul az önkéntesek mellett ebben az évben ukrán menekülteket is megszólítottunk, akik Magyarországon vannak, Budapest környékén vagy Baranya környékén, hogy egész egyszerűen jöjjenek ide, biztosítunk számukra vagy sátorhelyet, vagy valamilyen szállást, étkezést, ellátást, és egész egyszerűen ismerjék meg a magyar fiatalokat, a programokat, tudjanak találkozni az emberekkel. Itt a Vörös Szabolcsnak, a Válasz Online és a Hölvényi Kristófnak a közös kiállítása. Ugye ők voltak kint Ukrajnában, amikor elindult a háború, és hát igazából ugye erre az egész kérdésre akartunk reagálni, és azt gondoltuk, hogy egész egyszerűen dokumentarista fotósok, akik szerintünk jól és jól megfogják, őnek a képeinken keresztül akartuk megmutatni, hogy pontosan egyébként az országban mi zajlik. Pont azért, mert nekünk nyilván érzelmileg egy sok dolog van ebben, mert hát nagyon-nagyon sok olyan akár épület van személy szerint, ahol én jártam és lerombolták, és mint ez nyilván egész másunk az ember, ez belülről ismeri az adott országot, az embereket, de ezt így nem akartuk nagyon rávetíteni az egész ilyen programsorozatunkra, viszont azt fontosnak találtuk, hogy így megmutatni, hogy rendben beszélünk erről ilyen hidegen, hogy háború, meg nem tudom én, de hogy ez valójában hogy is néz ki, és hogy milyen emberi vagy hétköznapi jelenetei vannak, azt gondolom, hogy ezek a fotók jól bemutatják.